Sziasztok, Borics Ádám vagyok, profi MMA harcos, üdvözöllek a csatornámon. Bevallom őszintén, ezt a videót nem terveztem. Jövő hét szombaton, október 21-én érkezik a UFC 294 Abu Dhabiból. Jöttem volna nektek egy szokásos tippel, de videóval, hiszen az eredeti főmérkőzésünk nem más lett volna, mint Islam Makhachev csapott volna össze Oliveira-val. Ez egy visszavágó lett volna ugye a UFC könnyűsúlyú címért. Viszont nagy a dráma most a gála körül, hiszen Oliveira megsérült, lett egy komolyabb szakadása itt a szemöldökén, nem tudom, hogy jobb vagy baloldalt, valószínűleg ez volt az utolsó sparringja, de megsérült, ezért meg is van az új beugrónk, nem más, mint a UFC pehelysúlyú bajnoka, Alexander Volkanovski fog összecsapni Islam Makhachev ellen. Ugye ez egy visszavágó lett volna, ők már egyszer bunyóztak, Volkanovski fellépett egy súlycsoportot, és egy ötmenetes háborúban elég szoros mérkőzésen Islamnek sikerült győzedelmeskedni pontozással. Érdekes, hogy ugye Oliveirát egy kopogtatásos győzelemmel legyőzte Islam. Valószínűleg szerintem ez a mérkőzés és ez a dráma még nagyobb nézettséget fog hozni a gála körül. Szerintem egy sokkal-sokkal eladhatóbb mérkőzés ez a Volkanovski, vagyis champ versus champ, ugye a pehelysúlyú bajnok csap össze a könnyűsúlyú bajnokkal szemben. Egy dolog az biztos, hogy most Volkanovskinak nem volt ideje egy teljes kempre. Nem tudom, hogy készen létbe állt-e erre a mérkőzésre, hogyha esetleg valami történik a főmérkőzésen, akkor ő lesz a beugró, erről nincs pontos információm. De a lényeg az, hogy Oliveira kiesett, és a főmérkőzésünkre Islam Makhachev fog összecsapni a pehelysúlyú bajnokkal, Alexander Volkanovskival. A gála első drámája ugye az volt, hogy kiesett a főmérkőzésünk, de utána rögtön találtak egy beugrós embert, Volkanovskit, és szerintem, ahogy mondtam korábban, ez egy sokkal eladhatóbb mérkőzés, viszont ennek a gálának az egyik húzó neve nem csak Islam Makhachev volt, hanem Hamza Chimaev. Hamza Chimaevről tudni kell, hogy szerintem most körülötte van a legnagyobb hype. Nagyon sok ember kíváncsi rá. Utoljára 2022. szeptemberében lépett ketrecbe Kevin Holland ellen, ahol egy első menetes győzelmet aratott, és ugye az eredeti co-main eventünk Paulo Costa lett volna Hamza Chimaev ellen. Paulo Costa pár napja posztolt egyet, hogy 5 hete könyök műtéten esett át, de semmiképp se fogja lemondani a mérkőzést. Egyetlen egy módja van annak, hogy ne lépjen ketrecbe, ha az orvosok nem engedik. Erről nincs információm, hogy most a csapata lépette vissza, vagy nem kapta meg az orvosi engedélyeket, amire szüksége van egy harcosnak, amikor ketrecbe megy. Azt tudnotok kell, hogy egy-egy mérkőzés előtt különböző vizsgálatokon kell átesni a harcosoknak, és az atlétikai bizottság ezt várja el. Nem tudom, hogy Abu Dhabiban milyen szabályok vannak, de például én, amikor New Yorkba bunyóztam, még agyi MR-t is kellett csinálnom. Szóval most a co-main eventünkön Hamza Chimaev ellenfél nélkül van, vannak már pletykák, hogy ki helyettesítené Paulo Costát. Felmerült Kamaru Usman neve is, akivel már eredetileg korábban nagyon szerették volna a nézők látni Hamza Chimaevet, amikor Usman volt a 77 kg-os bajnok, és még akkor úgy volt, hogy Hamza Chimaev is 77 kg-ban folytatja a pályafutását. Ez egy nagyon érdekes párosítás lehetne, nekem volt szerencsém mindkettejükkel edzeni, viszont én azt gondolom, hogy 84 kg-ban nem lenne Usmannek esélye Chimaev ellen, hiszen Chimaev annyival magasabb, nagyobb súlyban is, fizikálisan sokkal erősebb, sőt Usmannek már az idő sem dolgozik annyira, de biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon eladható mérkőzés lenne, és még inkább eladhatóbb lenne, mint egy Paulo Costa elleni mérkőzés, valamint a másik név, amit olvastam a mai napon, az pedig Robert Whittaker lenne az, aki beugrik Hamza Chimaev ellen. Ez is egy nagyon érdekes mérkőzés lenne, hiszen alapvetően Whittaker 84 kg-os, és ezzel visszakerülne a körforgásba Whittaker. Ha megverné Hamza Chimaevet, biztos vagyok benne, hogy lenne arról szó, hogy újra címért bunyózhasson, hiszen eredetileg a Paulo Costa Hamza Chimaev mérkőzés győztese elvileg az lett volna az új kihívó. Senki se számított arra, hogy Strickland meg fogja verni Adesanyát. Sokan most beszélnek arról is, hogy Adesanya ugye nem fog újra revansot venni, hogy újra címért mehessen. Stricklandet szerintem meg Chimaev szétkapná, de azt gondoltam, hogy Izzy simán szét fogja kapni Stricklandet. Ne szaladjunk ennyire előre, először is találjunk egy ellenfelet Hamza Chimaevnek. Biztos vagyok benne, hogy a
sok-sok dráma a gála körül, még nagyobb marketinget hoz ennek a gálának. Ugye nagyon fontos szereplő Islam Makhachev és Hamza Chimaev is, hiszen mind a ketten orosz származásúak, és a gálát ugye Abu Dhabiban rendezik, sőt a main cardban 5 orosz származású harcos lesz. Most ugye Hamza Chimaev eredetileg svéd állampolgár, nem tudom, hogy milyen zászlót fog vinni. Jövő héten érkezni fogok nektek egy tippel, de videóval, akkor már remélem meg lesz a pontos fight card. Egy biztos, hogy emberi időben tudjuk nézni a gálát, ennek nagyon örülök én is. Jövő hét szombaton 8 órakor fogja vetíteni a Sport TV ezt a gálát, akkor kezdődik a main card, már az ültető mérkőzéseken is lesznek jó mérkőzések, de egyértelműen a co-main event és main event az, amire mindenki kíváncsi. Biztos vagyok benne, hogy a UFC nem fogja hagyni veszni ezt a mérkőzést, hogy Hamza Chimaev újra ketrecbe lépjen, hiszen már egy éve nem láttuk bunyózni, a mentő meg itt jön, ne haragudjatok érte. Még egy nagyon fontos dolog, srácok, október 12 éjfélig a linkemen keresztül, amit megtaláltok a leírásban, kedvezményesen tudtok vásárolni a MyProtein-től, minden táplálék kiegészítőre 21% kedvezmény, minden más a ruhára, edzéseszközökre, shakerekre pedig 41% kedvezmény lesz, nincs más dolgotok, mint a leírásban található linkre rákattintani, és bepakoljátok a kosárba a dolgokat, és automatikusan megkapjátok a kedvezményt. Ennyi lett volna a mai videóm, jövő héten érkezek egy tippel de videóval, amikor már tiszta lesz a fight card, kommentben pedig ti is írjátok le a véleményeteket, hogy kivel látnátok szívesen akár mondjuk Hamza Chimaevet, és hogy szerintetek kik fogják nyerni a mérkőzést, hogy mit gondoltok erről az egész drámáról. Remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor iratkozz fel a csatornámra, ha meg nem, akkor iratkozz le. Szevasztok!